ez a szakosztály már 11. éve van. Akkor még ennek a jogelődjével kezdtük, és folyamatosan fejlődött, hiszen a hallgatók ugye évek alatt mindig változnak, és ők jönnek és mennek, és az ő igényekhez igazodva, de a jelenlegi állapotában kb. 6. év, hogy így működik ebben a szisztémában, és ilyen felállással. Ez egy nem egy annyira kedvelt rekreációs sportág, hogyha már lehet ezt így mondani, hiszen nekünk a szakmánk, meg a hivatásunk is egy nagyon ehhez köthető formában. Ez egy plusz ad a hallgatóknak, egy kicsit többet, mélyebbet, mint a tantárgy, és hogyha valakinek van kedve egy kicsit mondjuk csak ebbe belecsöppenni, azt is megteheti, hogyha valaki csak szeretné egy kicsit felzárkózni ebből a tantárgyból, azt is megteheti, de hogyha valaki mondjuk messzebbre szeretne jutni, ahhoz sokat, sokat és sokat kell eljárni ide gyakorolni. Van egy intézkedés taktikai tantárgyunk, ugye esetleg ahhoz is sokat segít, a közelharc is, nagyon jó taktikákat, technikákat tanulunk, amit majd később tudunk hasznosítani. Mindenki megtalálhatja benne egy kicsit a önmagát, tehát nem is említettem még, hogy a küzdősport azért egy nagyon nagy részét teszi ki ennek, és a küzdősporton belül viszont nincsen le stilizálva, tehát bármely küzdősportban szertett jártasságot itt tudunk kamatoztatni. Ha valakinek nincsen, akkor viszont egy alapot fogunk tudni neki adni, amire építhet, de azért a feketőövtől még mindenki nagyon-nagyon messze van, de itt nem is ez a cél. Másfél évvel ezelőtt láttam az egyik bemutatójukat, és nagyon megtetszett még egy képzésen, és úgy döntöttem, hogy én szeretnék csatlakozni. Amikor elkezdődik az adott fél évben a foglalkozás, akkor mindig többen vannak, és ahogy haladunk előre, jönnek az áthelyék, vizsgák, jönnek a vizsgák, akkor egyre kevesebben, és nálunk az alakult ki, ezt tudjuk követni, hogy a vizsgálőszakban nincsenek edzések, csak bemutatók vannak. Ha nem is jön le minden hallgató minden egyes foglalkozásra, tudja, hogy nagyjából mit csinálunk abban az adott egy hónapban, 5 hétben, 6 hétben, attól függ, hogy mekkora az az adott témakör, és mindig visszatekintünk egy kicsit, hogy ismétlés legyen, hogyha valaki nem is jött le, akkor tudja, hogy mit csináltunk, vagy legalábbis mi az, amit mi csináltunk, és mi az, amiről ő lemaradhatott. Nagyon jó a közösség, nagyon összetartó, mindig lejövünk edzésre, edzünk, egyedek közben van egy kis játékosság is. A szorgalmi időszakban van, hétfőn és szerdán, 5 és 6 óra körül szoktunk kezdeni, ahogy a hallgatónk az órarendje ezt lehetővé teszi, hiszen az a cél, hogy az óráról nem hiányozhatnak, és miután egy kicsit kipihenték az aznapi fáradalmaikat, és utána le tudjanak jönni, általában ilyen másfél. Ha éppenséggel nagyon jó hangulatban vagyunk, és nagyon jó dolgot találunk, akár 2 óra, 2,5 óráig is el szokott tartani ez a dolog, de ez mindig egy kötetlen, tehát ez nem egy szigorú, lehet késni, és lehet hamarabb is elmenni ezekről a foglalkozásokról.